reggelt kívánok mindenkinek. Hát van egy kis autóforgalom. Itt mögöttem megy az autóút. Hát azért jól aludtam, de csak olyan este 10 után sikerült elaludni, mert addig bizony meleg volt. Kicsit megviselt a fejem szerintem. Gyorsan megmutatom, hogy a szálláshely az mit tudott. Ott van a fürdő, mellékhelyiség, és ide kaptam helyet. A szálláshely az úgy működött, hogy jöttem, szóltam, hogy én itt akarok aludni, és Csajci telefonált egy csávónak megkérdezni, hogy van-e hely. Azt utána jött a válasz, hogy jöjjek be, nézzem meg, hogy ez jó lesz-e. Ha megfelel, akkor csináljuk meg a papírokat. Mondom, nekem jó lesz. Mindegy, egynek elmegy, és nem is volt drága. És ha nagyon szeretném, még akkor... Jaj, bocsánat. Még reggel van. Szóval még... tudnék enni, hol vagy. Ott van fönn paradicsomot is, illetve ott mögötte van citrom is, hogyha nagyon szeretnék enni. Persze mindezt nem fogom megtenni, de... Hát akkor jó reggelt kívánok, ismételtem mindenkinek. Megkezdődik a következő nap, irány Krovácka. Nem tudom még, hogy mennyire leszünk részekben jól. Kicsit odébb gurultam, hogy elférjenek tőlem. Szóval nem tudom, ez hanyadik rész lesz, vagy éppen egy meglévő résznek a következő napja. Ezt nem tudom. Nem tudom, hogy hogy állok filmügyileg. Nem csináltam eddig túl sok mindent. Talán a tegnapi nap, ami megdobta egy kicsit a SD kártyáknak a telítettségét. No, kezdjünk egy tegnapi napi számadattal, ami azt jelenti, hogy Olaszországból jöttem át Szlovéniába, majdnem a horvát határig. 8 óra 14 van, ez volt a hátránya a kempingnek, ugyanis mekkor tudtam csak leadni a mágnes kulcsot, ami a budihoz volt. No. Tudnám kezelni az órát, azt mondja, hogy 123,44 kilométerben, 6 óra 56 nyeregben, 17,77-es átlag, max. 45,93-as sebesség. Azt mondja, hogy 449 méter szintemelkedés, huhu, ez már szinte rekordnak számít ezen a túrán. Max. 93-an voltam, átlag 3%, max. 14%, lefelé 449 szintén. És akkor az órák nullázása megkezdődött. Itt vannak a csomagok is. Remélem jól látszódik. És akkor visszamegyünk a kerékpár útra. A D8-ra vagy hanyas volt az. És megyünk tovább Portoroz, majd pedig Krovácka irányába. És nem is kellett sokat jönni, és akkor itt a tábla D8 Portoroz, illetve Izola lenne arra. De én most erre jövök tovább. Mondjuk egy kicsit föntebb kell gurulni. Na és akkor nekem itten ez lefele lesz. Csodás, gyönyörű, szép kék ég. Remélem szép látnivalókban lesz részünk Krovácskában is. Az Istra félszigetet fogjuk körbejárni a mai nap folyamán, ameddig jutok persze. Csak előbb még boltolok egyet Portorozban, ha találok valami nagyobb boltoló egységet. Ló, közben jön a második alagutunk is, és egyben az utolsó két alagút van itt az úton rajta. Arra is el lehetne menni a 93-16-01-es úton, de nekünk ez kell. Lehet, hogy most el is rontottam az egészet?
Hát persze, hogy elrontottam, mert nem kell bekanyarodni. Ágy, a D80, itt meg 96, akárhány 800. Becsapós. Ó, van szilva is. Na most nem eszünk fosatót. Akkor megjött a következő alagutunk is. 50 pár méter, plusz áfa. Ez volt a régi vasút, vagy jobban mondva villamosnak az alagútja. Szerintem látható vagyok, úgyhogy nem világítom ki magamat. De ez egy jó hosszú alagút. És van benne kerékpárforgalom is. Persze, hiszen ez itt egy kerékpárút. Ezért jók ezek az elektromos cangák. Majd, ha nagyon megöregszem, és már nem csak Bandi bácsi leszek, hanem nagyon Bandi bácsi, na akkor majd én is beszerzek egyet. Bár ez a túra kicsit megcáfolja azt, hogy elektromos bringára szükség van-e. Ez egy kicsit lapos eddig ez a túra. Néha egy kicsi pukli belejött, de ez eddig lapos, de hát ez volt a túrámnak, a tervezett túrámnak a második fele, legalábbis Jezolótól egészen az Isztráig. Kérdés az, hogy ma befejezem-e az Isztráta, vagy nem. És akkor ma kedv van. És akkor még nekem szombat estig azt mondja, hogy még 4 napom van. Úgyhogy szombat este Cooperbe megy hazafele a vonatom. Úgyhogy ha már nézelődtem, milyen opcióim, lehetőségeim vannak, de ezt majd meglátom, és ti is meglátjátok, amikor az Isztra részt befejeztem. Most jön egy hatalmas nagy gurulás lefele. Hú, ha valaki megunta volna ezt az alagutat, akkor bocs, valami kis érdekesség legyen már a felvételeken. Itt van egy kis kilátás. Kamera még nagy fehérséget lát, de én itt most megállok. Itt van Porta Rose és a Tengr. Itt van, nekem le kell menni boltolni, viszont a D8, ha tisztítanak a kamera, a D8, az itt balra folytatódik, ott van a másik tábla. Úgyhogy akkor majd legfeljebb visszamászok, mert innen egy hatalmas nagy gurulás van lefele. Parenzana, kerékpár út. The root of the health and friendship. Jó, hát akkor menjünk vissza, csak föl kell mászni. Mert a boltolás megvolt. Bandi bácsi megkaját, mondjuk azt nagyjából jól is laktam, péksüteményt vettem a boltba, azt tettem meg, és akkor visszamászunk, és akkor irány Rovácka. No, tehát akkor a régi vasút vonalán gurulunk tovább, mert most szó szerint gurulok. Felmásztam újra, mutatok egy 100%-ot azért. Nem kellett sokat fölmenni, mert mint méterben nem, szintben sem, meg hosszra sem, de azért volt benne 100%. Ott van. 13% volt a max benne, úgyhogy azért megadta a gyönyör érzetet, de följöttem, és örömömre szolgál, hogy csomaggal lenyomtam a nem csomagosokat. Tök büszke vagyok magamra. Egy gyönyörű vasúti elem, egy épített elem, és akik száguldanak lefele.
Na gyerekek, akkor van egy ilyen visszafordulás, mert ott Luciánál levitt a partra az út, ott még jelölve volt egy D8, aztán így szevasz. Itt lent egy körforgalomba eltűnt a tábla. Hát én most itt találtam valami kerékpár utat, de nincs jelölve rajta semmi. Én meg nem fogom azzal most elszórakozni az időt, hogy keresgélem, hogy merre, meg hogyan vezet ez az út. Úgyhogy rámegyek a főútra, és irány Horvátország. No, újra megtaláltam a jelzést, lehet, hogy akkor mégis a főúton kellett volna menni az eredetileg, bár azt itt senki nem közölte. Most itt is ez a településén megtaláltam. Egy macskaköves úton lehozott ide a partra, és itt most valami töltésszerű, valamint tekergőzünk így a laposan. És akkor előleg oda az irány, ott van egy ilyen sárga útjelző tábla, úgyhogy remek irányban vagyok. Abszolút. Azért valamit tudnak ezek a szlovénok. Az útvonal vezetése az tök jó idáig. Persze a kisebb mérgelődést leszámítva. Érdekességképpen ott van egy ilyen madár figurára formázva egy fa, vagy legalábbis nekem úgy tűnik. Na hát itt nem olyan rég láttam jó pár, hát én meg nem mondom mi volt, lúd vagy kacsa, de mindegy, házi dolog volt, és azok szabadon rohangáltak. Hú, milyen fasz a vadulóhely. Bár ez is panorámás, de határeset itt már meg lehetett volna oldani. Nagyon este. Nem baj, mindig utólag okos az ember. Nem baj. Ott pedig fönn, majdnem Hollywood. Mulino, az van kiírva. Nem tudom, hogy micsoda. Majd lehet, hogy ez itt a helyi Hollywood. Pandi bácsi üdvözöl mindenkit Hrovátszkában, Kroáciában, azaz Horvátországban. Ott van a határátkelő, és rögtön ott jobbra le kell fordulni, és itt megy tovább a kerékpárút, nehezen jöttem rá, én is kérdezősködtem, és rögtön itt bele is futottam egy ilyen nagy Istra Bike táblába, és akkor rögtön mutatom is, hogy én itt állok, és itt kell lezúzni. Így valahogy. Az, hogy ez milyen út lesz, ötletem sincsen, de megyünk rajta. Hát remélem, hogy azért lesz jelezve. Aztán lesz nekünk itt majd Umag. Ja nem, egy lejjebb van Umag. És szépen lassan lemegyünk majd Puláig. Mondjuk ez csak Novigrád van rajta. Na se baj. Megyünk rajta egy kicsit. Aztán már nagyon látom, hogy az időt húzza, akkor viszont kimegyünk a főútra. Van itt benne ilyen szintrajz is. Hát különböző, ja, hát ezek számozva vannak, hogy ki merre, meg hogyan, meg merre. Hát olyan nagy szintek nincsenek benne. És ez a rész van itt feltüntetve az Istrából. Hát gyerekek, ez itt már Monty terep, nem ez. Bár itt is fogni kell a bringet, de mögöttem elkanyarodik az út be az erdőbe. Hát annyit nem ér. Szóval jó kavicsos erdei földút. Visz befele, fölfele, lefele. Úgyhogy én visszafordultam, és az aszfaltot választom. Végülis ez már Hrovácka, Kroácia, úgyhogy nem vártam túl sok mindent a kerékpár úttól. Valami rém lett azért, hogy ez Montis terep, így is volt írva, de bíztam a tudásomban, de hát
ez most ide, ez kevés. Úgyhogy vissza a főút, mert ez gyorsabb. És nem mondom, hogy látványban se lesz ott hiány. Majd kiderül, de ez most jelenleg sztorma, ez az útszakasz. Ez is ilyen kavics. Mondva, van rajta némi aszfalt, a kavics felhordások vannak. És hát ott ezt a hegyoldalt kellett volna nekem így nagyon kavicsos úton megmászni, és még ki tudja, meddig tartott volna. Hiába vagyok Montival, de azért meg vagyok pakolva. Ezt most így nem vállalom be. Pedig Bandi bácsi beszokta ezeket vállalni, de akkor az legyen legalább egy hágó, egy nagy hágó, egy nagy hegy. Mondjuk például, mint amit Romániában csináltunk meg. Az Olt Nyereg, Ramatúra Olta Tului, azt hiszem ez volt a neve. Ez még volt 2015-ben. Arról is van természetesen videó. Mondjuk az még a kezdeti időszakból volt, de az is azért látható, nézhető, élvezhető túra. Lehet abban is gyönyörködni. Na, előre tekintünk, az a kék épület ott, a horvát határátkelő. Nem tudom, említettem-e, de volt ellenőrzés, igazából csak beszkennelték a szemeimet, és már jöttem is tovább. Most jön csak igazán a hullámvasút. A nagy, visszajöttem ugye a főútra, van egy nagy körforgalom, ott jobbra Umag felé autópálya, vagy főút. Úgyhogy még egyel tovább kell jönni, és van egy lehajtó jobbra, Umag 12 kilométer, oda tartunk. És már bizony, a legmagasabb magasságom, hát most 109, de voltam már 112-ön is. Ugyanéppen nem hegy, de szivattyú a javából. Ez lesz itt majd Horvátországban. Legalábbis az útviszonyok domborzatát nézve. Amúgy sokat nem vesztettem. Talán itt majd be lehet látni. Ha nem, akkor se baj. Na mindegy, itt benne a sustyás mögött megy egy földút. Nemrég ott volt egy tábla, hogy ez itt a Palenzena, vagy hogy a francba ejtik. Bike Hotel. Szóval itt megy beállettem végül is a kerékpárút, ugye kavicsos, burvás, Montival kurva jó lenne. Azaz, szépítve mondom a mondatot, szóval nagyon jó lenne Montival. És akkor itt mindjárt megállok, és akkor egy kis térkép szemle van, hogy mi meg hogy meg merre. Na itt a földút, itt látható, ez itt a kerékpárút. Kihívás biztos, de nem ekkora csomaggal. Meg most nekem azért ez a túra azért megkívánja azt, hogy haladjak is. Mögöttem Szabudrija felé, itt pedig Umag felé lehet menni, Umag 7 kilométer. Ha arra mentem volna, akkor végigkövettem volna a sziget, a félsziget vonalát, és akkor úgy Umag felé fordulnék. De kis időt elvesztettem ott a földutazással, úgyhogy ezt most bepótolom azzal, hogy ezt a kis részt levágom. Itt lesz egy nagy hágó, ahogy látom, és talán innen már a tenger is látható. Én legalábbis látom szabad szemmel, vagy valami olyasmi, 108 méter, és akkor következik egy ergeteges gurulás. Nem tudom meddig, de ezt kiélvezem.
Bandi bácsi üdvözöl mindenkit Umag-óban, vagy Umagban. Éppen kerget egy autó, de ez itt a központ. Ide jövünk be gyönyörködni, nézelődni, de előbb lezúzok a tengerpartra, az a biztos. Hát ez most csak egy olyan betekintés. Ilyen tipikus régi stílusú épületek, modern üzletsorok árnyékában, vagy éppen fordítva. De azért van OTP is. Hát ezt most kihagyjuk. Azt hiszem teljesen jól időben vagyok. Üdvözlök mindenkit Umagban, megpróbálok kicsit hátrébb menni. A tenger. Kicsit azért jövök hátra, hogy legyen szélzaj, illetve hogy nagyjából a képbe bele tudjam rakni mindezt a látnivalót. A templom. Ezekért a régi lágású épületekért érdemes eljönni ide Hrovátszkában, és még mondhatni nincs is tömeg, mondjuk csak 11 óra van. Bejöttem egy kicsit az árnyékba, és hogy akkor legyen egy kis információ is mondva, csak kijövök, mert nem látszódik a harangtorony. Szóval a város egyetlen nagy nevezetessége a középkori házakon kívül persze ez a templom, ami Szűz Mária mennybe menetele temploma, illetve a harangtorony, ami 33 méter magas. Én nagyon picit besétálok a középkori városrészbe, és akkor irány tovább, Novigrád iránya. Egyelőre tetszik a dolog, mert tömeg az nincs, és a város is szép, igazi hangulatos a javában. Van itt fagyizó, különböző boltok, de az épületek maga, ami lenyűgöz engem. Akkor gyönyörködjünk tovább a városban, miközben megpróbál engem lenyomni egy autós. Mindjárt elengedem majd, mondjuk így itt a zebra környékén. Vagy nem. Ezek a régi kőházak fantasztikusak. Mondjuk ez már látszódik, hogy nem a régi középkorban épült épület. Nem is olyan nagy ez a város, meg mint gondoltam. Hamar ki lehet belőle érni, de ott jobbra még el lehet menni. Akkor itt bemegyünk jobbra, itt egy pékség. Egy bazi nagy sirály. Hát nem egy hatalmas nagy. Mondjuk szépnek szép, de... Na mindegy, ezt is láttuk. Akkor irány ki a főút. És akkor megyünk Novigrád felé. Na és itt kint a 75-ös számú főút mellett, ami visz Novigrád, illetve Porecs felé. Van kerékpárút. Na most kár volt ide feljönnöm, mert azt ott levisz, és mehetek át a túloldalra. Na mindegy, de legalább aszfaltból van, úgyhogy nem sírok annyira. Kicsit olyan, mint a balatoni kerékpárút. Na, melyik ott a kérdés, hogy meg kéne engedni, egyik semmi. Ó, jaj. Na,
Akkor kerékpárút folytatás a túloldalon. Ez van kerékpárút. Mondanám, hogy itt van jobbra a tenger. Ez így igaz, hogyha megnézzük a térképet. Egyelőre nem lehet rálátni. De ha lesz jó kilátás, ezt mindenképpen mutatom. És akkor itt elköszön tőlünk Umag, Umago. Amúgy maga a kerékpárút. Hello! Nem tartott sokáig. Jó hangosan beköszöntem. Persze a bringás kollégának. Szóval, a kerékpárút nem tartott sokáig. Nem is élveztem nagyon, mert minden egyes útbeágazásnál két kereszt korlát és hát belásítás, áttolás, úgyhogy nem is jött be nagyon a dolog. Viszont újból főút és hullám völgy. Ezt már vártam. Az elektromos cangák. Az igen. Hát így könnyű. Mondom, ahogy megemlítettem már, ha már nagyon bandi bácsi leszek, akkor majd én is beszerzek egyet. Hát elektromos kerékpár ide vagy oda. Itt a lejtőn én most ugyanúgy tekerek, mint ők. És simán rájuk nyomok. Mondhatni azt, hogy mindjárt utol is érem őket. De lassan jön egy emelkedő, úgyhogy majd visszaelőznek engem. Amúgy egy a 38 km per órával gurcizok. Mutatóba mutatom, hogy felzárkózott a tenger. Nem sokáig. Pár pillanatra. De megmutattam, hogy az Adria is itt van. Egy ilyen jó kis sekélyből. Most egy Carigador, az valami ilyesmi a település neve, azaz Carigador, és megyünk Novigrád felé, ami már csak 4 kilométer. Az előbb feltűnt egy kerékpárút, de nem tartott sokáig, itt is épül valami kerékpárútszerűség, ki azt használja, ki nem, de nekem inkább az járdának tűnik. Itt a tenger ismételten jobbkész felől. Tessék benne gyönyörködni. Nagyon izomba vagyok váltva, úgyhogy majd váltanom kell. Kicsit jobbra kitekintünk. Itt a fák mögött, ott a tenger. Nem kell azt hinni, hogy innen mindig lehet látni a tengert. Sajnos nem. Mondjuk ahhoz képest azért az út vonalvezetése az nem is olyan rossz. Most ismét megint kerékpár úton megyek. 2 kilométerre van Novigrád. Feljöttem most már rá, amit a kerékpár útra elég jó amúgy. Tehát azért, aki fél az autóforgalomtól itt az utak nagy részén, azért tud kerékpárral közlekedni. Nem mindenhol, persze, de meg lehet oldani. Jó, amúgy ez a szöllőültetvény jobbkész felől. Ahogy nézem, amúgy itt a horvátoknál elég sok a dzsindzsa. Tehát egy pár helyen, akár még a vadkempinget is meg lehet kockáztatni, de csak is óvatosan, mert hogyha az embert elkapják, az viszont itt 2000 euró, ha jól tudom, büntibe. És az egy éjszakára az bizony drága. Novigrád, a következő állomás helyünk. Itt egy nagyon pici pihenéssel töltöm az időt, majd indulunk tovább Porecs irányába. Hát ez nem működik ez a váltó. Ami innen 16 kilométer. Jelenlegi magasságunk, amúgy mondok már kerékpáros adatot is,
26. Hát és eddig tartott a kerékpárút, élvezett vissza ki az útra. Antonella, ha jól estem le, nem, Antonella. Bocsánat, ezt mindjárt leolvasom. Antonella, bocsánat. Szóval Antonella mini település, igazából két házból és abból a toronyból állott. Itt a 75-ös út, egy ilyen átemelhető hídon, ha jól látom, az emelhető a baloldali része, illetve egy ilyen töltésen visz át. Igazából csak azért álltam meg, hogy megmutassam. Novigrádban nem tudtam megállni, mert nem láttam jó helyet. Viszont ez egy látvány. Megér, megpróbálok az útról kamerázni, ha nem, akkor nagy a forgalom, akkor elnézést. Ott a távolban, ott az autópálya híd is. Itt pedig sütkéreznek a pulykák, a madarak. Megnézem mindjárt, milyen a víz. Kicsit kenek magamra, mert kéne. Tudjátok, mi a Murphy törvénye? Ami ott van mögöttem. Lekanyarodtam ide, ott megy kinn a főút amúgy. Lekanyarodtam ide, itt megláttam, hogy van egy kis árnyék, le tudok szusszanni, meg kajálni, meg ebédelni. Erre megjön a kukás út és hozza a finom illatokat, az igazi étvágygerjesztő illatokat. Nyö, mindegy. Mutatok még egy látványtervet, hogy mi lett volna itt, ha nem kopott volna le a kép, és a mérnökök nem tudták volna. Vagy hát elveszítették így a látványt, hogy mit is kell építeniük. Hát ez valami nagyon érdekes építmény lett volna itt ebben az öbölben. Az öböl maga az pedig ilyen. Azért szépen pózol ott az a pulyka. Na hát ez volt az az öböl, ami mellett én kajáltam. Megyek vissza ki ide a főútra. És jobbra tovább Porecs irányába. Porecs, itt kb. 50 méter magasról. Van nekem itt egy Lidli, meg egy Kaufland, ez most nekem fontosabb bármi másnál. Mondjuk igaz, 20 kunám van csak, ennyi maradt tavalyról. És itt lent váltok még be, mert az kevés lesz. A folyadékot kell vennem, de a nagyon melegben fogy rendesen. Mutatom is a hőmérőt. 37,7 fok. Mondjuk ha megállok így napon, akkor még jobban fölmelegszik. Annyi nincsen amúgy, mert ahogy tűzre a nap, ennyire viszi föl. Na, irány Porecs. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Bandi bácsi vagyok, aki esetleg még ezt nem tudná, vagy éppen valahol reklám volt és most kapcsolt volna ide. Szóval velem tartotok, ez itt egy kerékpártól, és most megmutatom, hogy éppen Porecs városánál vagyok. Egyébként szép a kilátás innen a tengerpartról, és persze van kerékpárút is. Mindjárt megmutatom, nehogy a lánytól azt mondja, hogy én az öt videó. Szóval itt van lent a tengerparton, úgyhogy mindjárt gurulunk is egy kicsit rajta, és gyönyörködünk a városképen. Ott megy a túlparton is, nekem nagyon tetszik. Úgyhogy ott fogunk még gurulni. Szóval Porecs, innen a tengerparti kerékpárútról. Igazából teljesen véletlenül találtam rá. Gondoltam, lejövök ide a tengerpartra, hiszen megláttam, hogy lehet látni már az óvárosi részt. Már ez inkább ilyen vegyes használatú útvonal. És itt már csak kettővel tudok menni. Szóval egy kis gyalogos fennakadás után újból a kilátás, ami pazar szó szerint. Egy kicsit besétálunk, betolom a bringát, nem a tengerbe, hanem az óvárosba. Meg ha látok change-et, annak örülnék is.
Nem is fér be a képbe. Különálló. Templom. Szaranyit most nincsen. Egybe van épülve a templommal magába. Ez is itt van a főtéren. És körbe gyönyörű szép épületek, illetve a turistákra felkészült bazársorok és éttermek. Mandi bácsinak sikerült kunát váltani. Hát szerintem nem is volt olyan rossz, vagy fel nem tudja, mindegy, 20 eurót váltottam át, ezért kaptam 144-et. Hát én még 3,15-ös euró árfolyamon vettem az eurót. Úgyhogy nekem olyan 42 egész valahány forintra jön ki. És akkor megérkeztünk a vár alá. Nem repesztünk, csak szépen nyugodtan, szembe szél az van, remélem szélzaj viszont nincsen, tisztán lehet hallani engem, maga sirályokat, fantasztikusan jó a kilátás, úgyhogy mindjárt megállok, fotózok is egyet. Ott a régi templom bent, a torony. Vannak. Lehet majd visszajövök ide az árnyas tőbe, hogy kicsit lecsücsülni, kellemes hűs a levegőit. És itt már megint strandolnak. Mondjuk, a víz az azért jó mély. Csak úszóknak tudom ajánlani. Van meg itt is hűs árnyék. Vagy éppen kártyázhatunk is. Egy jó kis taverna. Így a tenger partján. Na ez se lenne rossz. De szerintem pont annyi pénzt váltottam, amennyiből meg is tudnék kajálni. Ciao! Ez a ciao-val a legkönnyebb köszönni amúgy. Még a hello-nál is jobb. Nem tudom, mennyire látványos ez így körbe, vagy mennyire nem. Nekem tetszik. És azt hiszem lassan körbe is értünk. Ennyi volt. Úgyhogy én akkor visszafordulok, egy kicsit hűsölök. Elmegyünk a Lidlig, és haladunk tovább. De ha valakit érdekel visszafele, föl is vehetem akár, vagy éppen visszafele lejátszom az egészet, ahogy jöttem. Mondjuk nem ezt a látványt látjátok, úgyhogy akkor egy gyors snit csak így visszafele. Porecs után van ez a hatalmas nagy vízi vidámpart, ez a Aqua Colors Porecs. Ha valaki szeretne idejön fürdőzni, akkor megteheti. Én most viszont keresztül vágok a szárazföldön. Egyrészt kíváncsiságból, hogy esetleg látható-e táborhely, bár még tényleg korán van, nagyon korán van. A másik pedig levágás. Spórolok magamnak egy pár kilométert, csak cserébe lesz egy kis emelkedő. Nem nagy, csak egy picike. És egy kis információ 4%-on. Ez itt a 143-as kerékpár út. Vagy hát jelölt útvonal pontosabban. Izzadok, mint egy ló. Hátszelem van. Nincsen semmi, ami hűsítene. Ezért mellesleg itt is van forgalom, de nem olyan részes, mint a főúton. Ezzel nyerek egy jó 6-8 kilométert,
távolságban. Hát nem tudom, hogy olyan nagy szint amúgy nem volt, csak izzasztó. Ezt be akkor mutatok ilyen helyi falvat is, ha már így itt van. Na most így egy kicsit lejtünk, ez így jó. Szóval hátszelem van, és emiatt hegynek fölfele, hegynek a dombnak fölfele, izzadok, mint egy paci. És ha már így útba esik, akkor ezt a szép kis templomot megmutatom a kamerának, illetve nektek is. Persze csak egy rövid snitt erejéig. Hát, ez csak egy nagyobb csülök. Na, nem tudom mennyi látszódott. Megpróbálom összevágni, hogy az élvezhető legyen. Szóval, itt sültek a finom disznó husik az előző helyen. Pedig egy, mármint amit most mutattam, az előtti látvaló egy egész disznó ott sült. Egyen kisebb méretű, nem túl nagy. Hát egy éhes ringatúrázónak ez viszont összecsorgatja a nyálát. Szóval flengit hagyja már, visszatértem a főútra ismét, és hát nem mondom, hogy itt vagyok már Pólában, Pulában, de közelítek felé. Elvileg papíron 48 km plusz száfa. Annak itt ilyen susnyások amúgy, de több helyen láttam ilyen beugrókat, főleg a előző mellékúton, ahol voltam, ennél sokkal tisztább és járhatóbbakat. Szóval láttam az egy jól elbújható helyet. Vagy kempingezni, de hát ugye 4 óra van, még korán van ehhez. Mondjuk legszívesebben kifeküdnék, de nem itt, hanem valami tengerparton, és csak csöveznék. De hát ugye ez most egy bringatúra. Lejöttem már egy ilyen kavicsos úton, hát egy lakókocsi, és mutatom, hogyha valaki nem túl igényes, bár lebukás azért megvan benne, de ezen a kavicságyon esetleg lehetne csövezni egyet, vagy ott egy kicsit bentebb, ott letaposni a füvet, egy kicsit lájt ugyan, de használható a dolog. Na és akkor, amiért lejöttem, az ez a látvány itt. Most éppen nem süt a nap, úgyhogy nem feltétlenül gyönyörű szép kék. Bár szerintem azért nekem itt a kijelzőn az. Hát egy-két ilyen bazi nagy felhő van, ami takarja. Szoktuk ide ilyen is sütögetni, és ahogy látom. Remélem az én bringem meg nem ugratott bele a mederbe. Nem, még itt van. Remek. Még határeset bivakolni is lehet. Jó lehet, csak ki tudja, milyen állatok jönnek, jöhetnek. Pedig még ide a kőre is ki lehet mászni akár. A kilátás az pazar, és ezt a kis tengeröblöcskét kerüli meg az út, és aztán megy el arra Pula irányába. Miközben 6%-on csaptatok fölfele, elmondom, remélem így jó a kamera kép, szóval elmondom, hogy egy holland párocska férfi tagjának segítettem a kerékpárján. Monti volt, és ő úgy két láncszám egymás után kicsit eldeformálódott. Megoldottam a problémát, kiszedtem, mondtam neki, hogy ne nagyon használja a váltót,
csak minimálisan. Nem akartam mondani, hogy single speed, mert ők még erre jöttek fölfele. Hát ha utolérem őket, akkor valószínűleg nem sikerült a gyógyítás. Még jó, hogy volt nálam láncbontó. A Robin felé vezető elágazást nemrég hagytam el. Nem kanyarodok le Robinba, mert az Zsák utca lenne. Remélem nem haragszik meg senki. Esetleg ha igény van rá, akkor majd keressen rá Google képek alapján. Lehet benne majd gyönyörködni. Én is azt fogom majd tenni. Nem, hogy Zsák utca miatt nem akarok lemenni. Túl vagyok egy jó kis 7%-on. Fantasztikus érzés volt. Már jó ideje nem volt benne részem. És elég hosszú is volt, úgyhogy királyság volt. Nem mondom, hogy jól esett, de jó volt. Hiszen mégis kerékpár túrán vagyok. Ha nem rázkodna az út. És amúgy hát pont itt nem, de amúgy itt elég sok vadkempingező helyet láttam. Remélem nem kell ide visszamásznom. Amúgy pula 28 km. Kérdés még, hogy ma meg lesz-e, vagy nem. Kérdés az, hogy pula közelében tudok-e, vagy találok-e jó vadkempingező helyet. Itt be is nézzétek meg. Nagyon jó takarás innen az útszélről. De itt jobbra-balra elég jó helyekre le lehet menni, és a kutya sincs itt. Jó helyek vannak itt, azt kell, hogy mondjam. Mondhatni a hágóban. Nem tudom, hogy még mennyit emelkedünk-e, vagy nem. Jelenleg 182 a magasság. Bále települése, gyors nyit erejéig. Itt pihentem meg egy jó fél órát. Milyen megy az autó. Igazából kiváltam egy gyors mozgású vihart. Szerencsére elment az orrom előtt arra lefele. Nekem arra az irányom is persze. Pula felé, még kb. 22 km. Hát nem fogom elérni, nem is szeretném. Megpróbálok jó kis vaduló helyet találni. Búcsút intünk ettől az erődvárostól, nagyon jól néz ki. Ha már itt tekergőzött, na és pont eltűntek. Na, talán itt egy bal oldal. Szóval, fantasztikus. Olivaligetek között tekergőzök. Némelyikhez láttam is fasz a bejáratot. Jó takarással. Még egy picit azért megyek, még korán van. De most már megnőtt a forgalom is. Mindenki megy haza a beachről. Nem csak nekem kéne egy jó kis otthon találni. A sátramnak legalábbis. Mutatok egy kis panorámát. Előttem már a tenger. Van egy kis autóforgalom, remélem nem zavarom meg őket itt az útszélén. Fantasztikus oliva ültetvények. És egy bajom van, hogy előttem itt van Bodián, és utána már rögtön Pula következik. Viszont 19-17. Pulába azért körbe akarok nézni, ami annyit jelent, hogy ez legalább egy órát elvesz az életemből. Az így van. Egy városba bemenni és ott nézelődni az ennyi. Ha Bodián után viszont nincsen hely, akkor vissza kell másznom ide. Pula utána eredeti utamon ugye fel az Istra végébe, Abbázia irányába elindulok. Remélem hallható is, amit mondok.
Gyula közelében eléggé sűrűn lakottnak mondható a környék, és nem biztos, hogy találok ilyen fasz a helyeket, mint amiket itt láttam. Hú, de zavaró ez a sok autó. Na mindegy, gurulok még egy kicsit, mert amúgy meg így korai megállni, hogy vaduljak. Viszont a látvány az szép.